Örülhetnek a téli sportok szerelmesei, hiszen Szovátán is megnyílt a korcsolyapálya. A megnyitón ifjúsági és országos bajnok műkorcsolyázók léptek fel, hogy népszerűsítsék ezt a sportágat. A város önkormányzata második alkalommal nyitja meg műkorcsolya bemutatóval a téli szezont, ezáltal szeretnék népszerűsíteni ezt a sportot. Az idei szezonra a jégpálya új díszkivilágítással várja a jég szerelmeseit a körülbelül 600 négyzetméteres felületen. Én azt mondom, hogy lassan-lassan hagyományt teremtünk ennek a jeges sportoknak itt Szovátán, ugyebár mert távol állunk mi még a Gyergyő-medencétől, de Csíki-medencétől, de akár ez a megnyitó is egy kellemes, meg megfelelő példája annak, hogy itt, akik most meg fogják nyitni, ahogy tudnak korcsolyázni, hogy igenis érdemes ebbe fektetni, érdemes ezzel foglalkozni. A bemutató után a közönség is a pályára léphetett, gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálhatták a jeget, ezáltal újra átélhették a síklás örömét. A szobátai jégpálya hétköznap és hétvégén is várja a korcsolyázni vágyókat.